Ma már így néz ki a belső udvar a Révaiban. A nagymúltú gimnáziumban évtizedek óta küzdöttek azzal, hogy göröngyös és töredezett az aszfalt, ennek azonban most vége. Ezelőtt 2 hónappal még egy feltöredezett, egy nagyon rossz állapotba, 40 éve elkészült, hát ilyen aszfaltos, betonos réteg volt régi műkövekkel. Amit sokszor fel kellett bontani, hiszen alattunk megy át a vízvezeték, ami a dugulások miatt többször elbontottak, és ennek részét vissza se lehetett tenni, mert nem süllyedt meg. Tehát egy nagyon rossz állapotban levő udvarunk volt. Az összesen 10 millió forintos beruházásból az önkormányzat 2 milliót vállalt magára, a munkálatokba pedig egykori révais diákok cégeit is sikerült bevonni. Most már a belső udvar is méltó az intézmény hírnevéhez. Volt révaisok cégei tették össze azokat az energiákat, amivel aztán ezeket a maradék részeket ki lehetett pótolni. Így újulhatott meg az udvar, egy új sportpálya is kialakításra került, illetve térkövezést kapott itt a hátsó udvar. Én bízom benne, hogy a révais fiatalok ezt örömmel fogják használni, és örömmel veszik ezt a felújítást. A Révaiban nagyon örülnek az új udvarnak, de közben már is további fejlesztéseken törik a fejüket. Amint lesz rá forrás, felújítanák a kosárlabdapályát, sőt a főépület egyes részeire is ráférne már a rekonstrukció.